Ismét a szórakozás és ünneplés napja volt február 1-je, a kecskeméti sportnap. A hagyományos képviselők, újságírók, sportvezetők labdarúgó kupával kezdődött a nap a Lánchíd utcai sport általános iskola csarnokában. A verseny mint mindig most is kiváló hangulatban zajlott. A tornát a sportvezetők nyerték a képviselők előtt. Az újságírók a harmadik helyen végeztek. Délután a hírösagórában azt a legeredményesebb, 147 sportolót, valamint edzőiket díjazták, akik tehetségükkel és szorgalmukkal a város nevét öregbítik. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy az élsportolói szint eléréséhez ma már kevés az adottság vagy tehetség. Rengeteg munka, kitartás kell hozzá, és sok-sok lemondás. Este bállal folytatódott a nap, immáron 24. alkalommal rendezték meg a sportbált a Híros Agórában. Azt szeretném, hogyha még több eredményt érnének el a sportolóink, hiszen nagyon sokat dolgoznak, nagyon keményen dolgoznak, és ebben mi támogatjuk is őket. A város továbbra is szeretné támogatni a sportágakat, és ezért természetesen valamilyen eredményt várunk el, hogy vigyék a Kecskemét város hírnevét, hogy büszkék lehessünk rájuk. A 19 órakor kezdődő eseményen a régi sportbálak magas színvonalát, baráti és egyúttal ünnepélyes hangulatát hozták vissza a szervezők. 21 órakor pedig az e-sportolója díjakat is átadták. Ezúttal 16 kategóriában hirdettek győztest.